Szabó Miklós Ruri, Egervár ostroma. Kicsit más kép. Egervárosa, te őrizd meg a várat, mert törökök vonták fel itt a sok-sok sátrat. Figyeljetek oda, ostromolni fognak egy héten belül, de lehet, hogy már holnap. Öntsetek majd levest a törökök nyakába, a meleg levestől egyik sem lesz kába. Ha ekkor sem megy el a kedvük az ostromtól, Részegek lesznek majd az egri boroktól. De ha ez sem használ és lődözik a várat, az ötleteitekből még vessetek be párat. Még hogy csak egy akol. Nézzétek, pancserek, ha nem segít az étel, jönnek majd a cselek. De Alibasa beüzent most. Adják már át a várat, mert két hete itt kempingezik, így most már tovább nem várhat. Dobó István visszaüzent, Baj van tán a fejeddel. Ha vége lesz az ostromnak, majd beszélek a nejeddel. Az lehet, de a janicsárok már két hete zúgolódnak, mert a várvédő katonái túl hangosan horkolnak. Igen, mert az embereim éjszaka falat raktak, hisz az ostromló seregeit egész nap ágyúzgattak. Jó, jó, de azt mondd meg inkább, hogy mikor főztök ebédet. Mert Isztambulból kaptam tegnap megint két új vendéget. Holnap gulyáslevest öntünk, de pogácsát is kaphattok, ha délután fél egy körül még a létrán maradtok. De hol van a megígért pörkölt és hozzá a nokedli? A janicsárok panaszkodnak, hogy máshová mennek enni. Egyébként a vitézeid megint hangosan horkolnak. Talán már nem is lesz kedvünk ebédelni sem holnap. A janicsárok nem is tudták kipihenni magukat, és össze-vissza sütögették délután az ágyukat. Még a szomszéd falvakból is átjöttek az emberek. Ha még egyszer odalövünk, visszajönnek, s megvernek. Különben is azt mondtátok, majd palacsintát csináltok, erre tegnap uzsonára disznó sajtot dobáltok. Olyan ételt öntsetek hát, amit mi is szeretünk, mert befejezzük az ostromot, és durcasan tovább megyünk. Aztán majd keresettek újabb török hadakat, akik ilyen megértően lődözik a falakat. Még egyet-kettőt rohamozunk, de aztán majd meglátjátok, egy reggel a váralat már a hűt helyünket látjátok. Most Alibasa eldöntötte, ha nem kapnak ebédet, összeszedik a sátrakat, és másnap reggel lelépnek. Így történt, hogy Egervára a töröktől megmenekült, és a nagy örömmámorban még az ebéd is kiült. Múlt vasárnap, ebéd után kicsit szundikáltam, és Egervár ostromát. Álmomban így láttam.